Gergő, köszöntelek! Szerintem már mindenki tudja, hogy nem először vagy a vendégem a stúdióban. Ráadásul most ez egy olyan beszélgetés lesz, amit a, a legutóbbi interjúkat már akkor megbeszéltük, hogy folytatni fogjuk. Ugye akkor arról volt szó, hogy nagyon sommásan, hogy, hogy sokan... Elhitetik magukkal, hogy dolgoznak, ha, ha, miután nagyon sokat ülnek a gépük mellett és a Facebookon lógnak, magukat is áthatják egy kicsit azzal, hogy, hogy ez bizony online munka. Ezt akkor kicsit kiveséztük, de ma akkor egy nagyon jó megegyeztünk, hogy egy, egy, egy jó hónap múlva újra találkozunk. Nevezetesen, hogy az a köve, Ugye mind, a középkorban az összes akimista a bölcsekkövét kereste, ezt ugye át lehet kicsit fordítani arra, hogy a, a mindenre megoldást és ez, ez, nekem felvetődött már korábban, hogy, hogy, ilyen bölcsekköve az online, vagy egyáltalán van-e olyan módszer, amit minden forever rá lehet húzni, szerintem rögtön megcáfolsz, hogy ilyen nincs. Köszönöm, hogy újból itt lehetek, és köszönöm a meghívást. Ez egy nagyon jó téma, én ezt nagyon kedvelem. Én bevallom őszintén, hogy ugye mi 2012-ben nagyjából pont 5 éve, 5 év és egy pár napja kezdtünk bele a Forever vállalkozásba. Sokan tudják, hogy nem én voltam a, a lelkes és jaj de jó építsünk Forever üzletet típus, hanem nálunk a Barbara volt az, aki... Bakos, aki, Barbara, Bakos Barbara, a párom, igen. A párom aki, aki meglátta azt a, azt a lehetőséget, ami ebben benne van, és megmondom őszintén, hogy én az első két és fél évben mindenhova úgy mentem el, hogy hogy találom meg a titkot, hogy mi a titka annak, hogy valaki nagy üzletet épít, valakinek meg, hát lássuk be, nem olyan sikereket hoz, mint amilyet én szeretnék, mert ez mindig relatív, hogy kinek mi a siker, mert mindenkinek más a sikerről való elképzelése. Én azt gondolom, hogy, hogy valaki uh, olyan körülmények között, amit ő elért és sikeresnek ítéli magát, és ettől uh -huh. boldog, az teljesen rendben van, de lehet, hogy én erre azt mondom, hogy hát, én nem így szeretnék élni, én nekem más körülményekre lenne szükségem, legyen ez több vagy kevesebb, ez végül is mindegy, a lényeg, hogy más, lehet, hogy pénzben, szabadidőben, bármiben, és szóval a siker annyira, annyira emberfüggő, hogy kinek mi a siker, hogy ki miben találja meg a sikert, és én azt gondolom, hmm. hogy... Sőt, bocsáss meg, közbevágok, tehát nem is biztos, hogy minden embernél a siker egyenlő pénz. Sőt. Mert, mert van, aki, sőt, tudjuk, hogy Igen. vannak olyanok, aki a Foreverben azt látom rajta, hogy tulajdonképpen kiteljesedett, és maga ez az életforma, hogy az, hogy ő továbbadhat Igen. valamit, az, az tulajdonképpen a, a pénznél is többet jelent. Igen, mondjuk az a tapasztalatom, hogy a Forever vállalkozásban, ha valaki megtalálja saját magát, akkor azért az van összefüggése a pénzzel. Tehát, hogy, hát, olyan. hogy megjön a, nem a. Tehát nem attól találja meg magát, hogy pénze lesz, de ha megtalálja magát, akkor, akkor lesz Igen. vele pénze, hiszen. Igen. Mm. Ez a pénz nem boldogít, de ha nincs, akkor, azt viszont akkor, szomorít. akkor az szomorú. <laughs> uh, és a bölcsek köve, vagy hát a, a titok szerintem valahol, ha létezne egyáltalán, akkor szerintem valahol ez itt, itt rejlik, hogy megtalálom magam, vagy nem találom meg magam. Uh, azt gondoljuk, hogy én azt vettem észre nagyon sokakon, meg, meg, meg a saját üzletünkben is látom, hogy, hogy ahol eredmény van, ott van egy egységes gondolkodásmód, tehát rend van a fejében, és tudja, hogy mit szeretne, van egy célja, uh -huh. tudja, mit akar, tudja, mit kell érte tennie, tudja, hogy mi az, amit tud hozzá, tudja, hogy mi az, amit meg kell még tanulnia, és cselekszik, és teszi a dolgát. És ezen az úton halad, és folyamatosan sikereket ér el. Még a másik oldalnál van valami olyan fajta gondolati uh, blokk, vagy vagy kihívás, ami nem engedi tovább lépni őt attól, ahol éppen van. Erre azt szoktam mindig mondani, hogy akkor kezd el szerintem a helyén lenni valaki a forever üzletben, hogyha egy érdeklődőre most, hogy ez online vagy offline igazából azt mondom, hogy mindegy, azt tudja mondani teljes bizonyossággal és belső energiával, azt tudja mondani, hogy figyelj, gyere, csatlakozz hozzám, leszek a mentorod, és minden tudásom át tudom neked adni és te velem sikeres lehetsz. És amikor ebben van ebben a mondatban egy olyan erő egy olyan hit amit önmagamba vetettem uh -huh. hogy tudom hogy tudok neki adni, persze nem azt jelenti és csak rajtam múlik szó nincs ilyesmiről. Inkább arról van szó hogy az én az én részemből tudom adni a száz százalékot. Uh -huh. És ha te tudod adni a tiedet akkor jók leszünk. Ha te nullát adsz ez egy szorzat akkor nulla. De ha én ugye Kevesebbet adok száztól, vagy itt vannak problémáim, akkor úgy hangzik el a mondat, amiben nincs meg ez az erő. És a másik oldal pedig azt érzi, hogy ah, jó, jó, de azért én még ezt átgondolnám. Uh -huh. Tehát ezek olyan emberi interakciók szerintem, amire nincs fizikai, csak uh -huh. esetleg metafizikai magyarázat, amikor érzem, hogy hát valami itt azért még, még én nekem infóra lenne szükségem, mert nem kaptam meg azt a fajta bizonyosságot, amire nekem ahhoz szükségem van, hogy azt mondjam, hogy figyelj, kezdjük, légy a mentorom. De akkor azt mondod, hogy ha valaki száz százalékig hisz abban, hogy azt tudja mondani, hogy te gyere utánam, és akkor te is olyan sikeres vagy, mint én, akkor nem jöhet közben semmi Közben Meg ugye vannak mindenkinél, vannak hullámvölgyek, vannak rossz időszakok, van szerencse, nem szerencse. Ugye ez egy örök filozófiai kérdés, Lesz. hogy van-e szerencse, van-e véletlen. Mert ugye sokak szerint semmi nem véletlen, mert még a előtt a villamos az, az is személy, valahol azt valaki kitalálta. Szóval, hogy hogy mégis van az, hogy X, X behív ennyi, ennyi új belépőt, betud egy, hét alatt, egy hónap alatt, egy év alatt, a másik meg nem. És pedig, mondjuk oda teszi magát, és mindent, és hisz is a dologban. Mert most azokról ne beszéljünk, aki azt mondja, hogy ez az egész, ez nem érdekes. Persze. Jó lenne sok pénzt. Nyilván, aki csak simán pénzért indul. De mégis van különbség, és mégse lesz, mondjuk ki, gyémánt se lesz mindenkiből. Tehát ugye jó Napóleon is azt mondta, hogy minden kis katona tarsójába ott van a marsalbot, tehát ugye megvan a lehetőség, hogy kitűnjön a csatába, de mégse lett tele a Napóleon hadserege tábornokokkal, meg marsalokkal. Napóleon ritkán duplikálódik. <laughs> é, igen. É, igen. nyilván ennek ára van. Tehát azért ezt én azt gondolom, hogy, hogy az, hogyha valaki valamilyen területre egy nagyobb energiát, vagy fókuszt, vagy időt, mindegy, hogy mire valamilyen erőforrást helyez, az valamire mindig nem. Tehát, ha valamire igen mondok, például azzal, hogy most itt vagyok, és erre igent mondtam, és még egyszer köszönöm, hogy itt lehetek, nemet mondtam egy másik találkozóra, mert egyszer nem uh -huh. tudok két helyen lenni egyszerre. Na, ugyanígy működik a munkában is. Ha a munkában bár nem én vagyok erre hivatott beszélni, de biztos vagyok abban, hogy bár erről részéről igen, de hogy egy gyémánt mit érez, vagy mit gondol, de biztos vagyok abban, hogy nekik is számtalan lemondás volt az életükben azért, hogy most uh -huh. azt mondhassák magukról, hogy gyémántok. Vagy nézhetünk szerintem egy olimpiai sportolót is, ez most úgy is jön a vizes úgyhogy nagy divat beszélni a sportolókról. Uh, ott is ugyanerről szól a mese szerintem, hogy, hogy van egy... Cél előtte, aminek az oltárán gyakorlatilag ő mindent áldoz, hiszen a csúcsra akar érni. És ez mindegy, hogy az egészsége, a táplálkozása, az emberi kapcsolatai, a párkapcsolata, teljesen mindegy. Van valami, amit el akar érni, és csőlátással azon dolgozik. Nyilván itt is látszik az, hogy ha, ha valakinek van egy ilyen fajta beállítottsága, hogy egyszerűen akarja. Mert ezt azt gondolom, hogy akarni is kell. Tehát ahhoz, hogy valaki hmm. folyamatosan tudja ezt az üzletet úgy építeni, hogy éppen beletesz mindent, és már hogy valahol eléri, mert valahol az ember ha csak pénzet csinálja, akkor az az elégedettségi szintet viszonylag korán el lehet érni, hogyha, ha nagy a munkabefektetés. Tehát ahhoz, hogy valaki uh -huh. csak pénzt akarjon keresni, az, az szerintem nagyon kevés -e ez az üzlethez. Nyilván az elején ez egy nagyon De fontos... De várjál még ide se jut el nagyon sok ember. Hát igen, ez is, ez is igaz. Sőt. Ö, Sőt a többség nem jut el szerintem addig a szintig, hogy azt mondja, hogy na nekem ez a jövedelem már elég. Uh -huh. Hát igen, ez igaz, mondjuk nincs az a pénz, amit ne lehetne elkölteni. Ezt most is nem tenni, is arra de, gondoltam, de hogy emeled van. a lécet, hanem hogy, hogy mondjuk aki eddig keresett 1-200 ezer forintot, 2-3-ot, és most, és most tulajdonképpen picit kényelmesebb munkával keresse a dupláját, az, az nyugodtan mondhatja, hogy neki ez egy jó szín. Abszolút. De, de ide se érnek el sokan. Tehát magyarán megint csak ugye a bölcsek köve, hogy, hogy ha ezt meg lehetne mondani, akkor, akkor tulajdonképpen tartanál, meg a Miki, meg a Gidó, meg mindenki, tartanátok egy jó szemináriumot, aki ott figyelt, azonnal kijönne, és akkor azt mondaná, hogy na, mostantól sikeres vagyok, és megy. Egyszer a Szabó Józsi mondta a színpadról, hogy hát tudnám adni nektek vénásan azt, ami a fejemben van, megtenném. És hogy ami az ő fejébe van, uh -huh. az a gondolkodásmód, az a, az a, az a tudatrendszer, uh -huh. az a sikernek a kulcsa. Uh -huh. Tehát a bölcsekköve az mindannyiunknak ott van a fejébe. Ott van. És amikor uh, el tudom azt fogadni, hogy ez először is valószínűleg évekig tart. Tehát ez, ez nem, fog, uh, mint a, a, tehát nem fog egyik pillanatra a másikra bekövetkezni. Józsinak se égetett elejébe? Pontosan hanem erről van szó, szóval hanem eltelt több mint húsz év, ami alatt fejlődés, mm -hmm. emberekkel Egyen. való kapcsolat, Egyen. csiszolódás, tanulás, Egyen. tapasztalás, elesés, botlás, alázat, alázat, abszolút, és, és ezek vezettek oda, hogy azzá válik, amit, tehát, hogy maga talán az út, amin végigjárnak az emberek, az lesz az, ami a bölcsek kövét majd egyszer csak azt fogja mondani, hogy jé, itt van. Akkor ez volt. Oda jutottunk, amit akartam mondani, hogy hogy mind a ketten olvastunk egy novellát, Paracelsus Rózsája, mindenkinek ajánlom. Ahol Kivel. Ugye a legnagyobb alkimista volt, Paracelsus a középkorban, és tulajdonképpen ez a mondandó, hogy a, az út maga a cél. Tehát a, a bölcsek kövének megtalálásáig vezető út, tehát magát az utat kell, szeretnéni élvezni, a, a mert az maga a cél. Pontosan. Tehát a, a megkereséseket, az emberekkel való, akár a konfliktust is lehet szeretni, hiszen azt mm. mondom, hogy ebben az üzletben nyilván, aki aki nagyobb üzletet menedzsel, vezet és nagyobb üzletet dolgozik, ott óhatatlan, hogy egy társaságban emberi konfliktusok lesznek. És aki ezt hát, megtanulja mosolyogva nagyobb, kezelni, Minél nagyobb. És a, a a, a, a a több. Több. hogy ez, ahol dolgoznak, ott hullik a foga. Ez pontosan így van. És ezt megtanulja az ember kezelni, mosolyogva, tudni azt, hogy mindenki épül belőle. És mondjuk rájön arra, hogy egy ilyen szituációban a legfontosabb a nyitott kommunikáció, hogy hogy ne az lényeg, hogy az ember benne marad, és akkor duzzog rajta még egy hetet, hanem hanem meg tudja egy csapat beszélni a, azokat a kihívásokat, amivel találkoznak, mert olyan nincs, mm. hogy nem. Tehát mindannyiunknak mások vagyunk, egy kicsit más a célrendszerünk, mást akarunk elérni, egy Megint. kicsit másképp megyünk oda. Tehát nagyon fontos. Igen, ezt beszéltük, hogy égen. azért nincs a bölcsekköve így, mert, mert mindenki vagyunk. más. Igen. Mindenki Ingen. más. Tehát te se tudod, csak az Almási Ergő. Pontosan. tapasztalat ez rengeteg átadni. tapasztalat volt, hogy, hogy engem is ugyanúgy a mai napig is, hogyha ha csinálnék ilyet, akkor tudom, hogy ugyanúgy visszavetne a gondolkodásomban a hitembe az, hogyha elolvasnék néhány negatív véleményt az interneten arról, hogy hogy milyen a forever. Mert nyilván van, mert, mert uh -huh. van. Ö, aki akarja, meg is találja. Na most, aki nem akarja, az meg nem találja meg. Tehát nem hagyom azt, hogy hogy egy olyan információ szeret, amire nekem egyébként nincs szükségem, mert nem visz a célomhoz, uh -huh. az azon hagyja kattogtatni az agyamat, hogy vajon igaza van-e. Tehát, hogy a, a azt a Brian Tracy mondja ezt, hogy a legdurvább fegyver az a kétségéke. Tehát, hogyha csak egy kicsit mm -hmm. is az ember fejébe lehet ezt a kétséget. Szálláson az, az, egységből ráadásul, az kétség, egy személyes komment. pontosan. Tehát. akkor azzal nagyon vissza lehet vetni, mm -hmm. és nagyon sokszor azt látom, hogy hogy embereknek nagyon számít az, hogy mit gondol a külvilág, de nem az a része, hogy, hogy amiben építő jellegű kritika van, hiszen én mm -hmm. olyat például mindig. Tehát olyat el olvasni, és meg szoktam nézni, hogy milyen jellegű kritikai ér mondjuk egy bemutatót, egy, uh -huh. egy videót, vagy bármit, vagy hogy, vagy ezek a tipikus network marketinges hibákat. Azokat én mind ismerem, és mind megkerestem, amit az átlag ember mond, hogy ne kövessem őket el. Tehát, uh -huh. hogy ne legyenek benne azok a, most mondok példának ezt a, ez a igaz, amit mondok, csak van egy tagmondat még, amivel egy picit már más az értelme, de ha úgy akarom érteni, akkor igaz volt a dolog. Uh -huh. Tehát nem tudom, mondjuk, amikor azt mondják, hogy, hogy fizet a cég egy nyaralást, ez egy aktuális téma, és akkor az nyaralás az ugyan tengerparton van, de mégiscsak egy elég intenzív tréninget uh -huh. foglal magában, és akkor amikor meg ott van a, az ember, és meglepetten érzékeli, hogy hoppát, itt nem nyaralás van, hanem beosztott programok szerint tanulunk, amit tök normális, ha így van eladva, és erre mi az eladva uh -huh. alatt így van átadva, ezt értem. És erre mi, mi például nagyon ügyelünk, hogy azok, akik, akik minősülnek, azok tudják pontosan, hogy mi a keret, hogy mi az, amit ők kapni fognak, és akkor nincs belőle uh, semmilyen félreértés, meg konfliktus, mert pontosan tudja, hogy mit fog kapni. És ma, ilyenekre szoktunk figyelni, de most arra, hogy, hogy most akkor milyen a termék, vagy nem a termék, vagy az MLM most akkor az legális vagy nem legális. Tehát ezeken túl vagyunk szerintem 20 éve. Hát és most így, még ezen rágódni. A piramis Meg a piramis játék. A piramis játék most aki ezen rágódik, hát az kinek mire van ideje? Erre azt szoktam mondani, hogy ha erre van ideje valakinek, hogy ezen rágódjon, hogy most akkor legális vagy nem legális, akkor, akkor jó. De nyilván ő nem üzletet fog építeni, vagy legalábbis még nem üzletet épít, mert még nincs meg az a stabil gondolkodásmód, ami ezt. Megengedi számára, uh -huh. hogy hogy el tudja mondani, mert azt, szerintem az történik az ő fejébe, hogy ő még nem biztos magában. És nyilván, amiben én nem vagyok biztos, azt nem tudom átadni másnak. Akkor nem tudom neki azt mondani, hogy gyere, leszek a mentorod, és megváltjuk a világot, mert ez egy fantasztikus lehetőség, ami a világ 160 országában elérhető 40 éve, és figyelj, a leges legjobb helyen vagy, pontos kifizetés, a kiváló vezetés, családi vállalkozás, átláthatóság, vertikális integráció, és még tudnám ezeket sorolni. Ő nem ezt látja, hanem azon gondolkodik, hogy most igen vagy nem. És ezen a ponton még nincs üzletépítés, hogy igen vagy nem. És ez nagyon sokszor biztos vagyok benne, hogy a saját utamból ítélve nagyon sokszor egy kezdő fejében megfordul. Előjön, hogy na vajon, akkor most vajon kinek van igaza? Itt vagy itt? És az, az igazság, hogy akár mondhatnám azt is, hogy mind a kettőnek. Az a kérdés, hogy nekem mi lesz az igaz, hogy az én valóságom mi erről a cégről. És van akinek az a valósága, hogy ez egy világcég, ahol csupa jó emberrel találkozhat valaki, meg egészen más lát róla, amit, amit ami hát igen, valaki azt jeljen. látja, hogy akkor most a Almási Gergő beléptetett, és mondta, hogy csináljam, és kitartás, és keressek embereket, és Facebookon, és akkor nem jönnek. És akkor mi van már? És Ugye a Paracelsus, aki megkereste a novellában, mutasd meg, hogy a elégett rózsából újra Az ő elő, elő, Gondolom találkozol sok ilyen emberrel, hogy azt kell, na mi van már, nem kell, ezt hogy mondjam, hogy nem. Azért. Mi úgy kezdünk, minden egyes alkalommal úgy kezdünk, hogy egy fél évig fel se emeld a fejed a munkából. Tehát egy fél évig, ne várj, egy vállalkozást építünk. Uh -huh. Most egy hagyományos vállalkozásban... Öt év. Öt év. Senki nem számít semmire. Itt meg az első fél évet szoktuk kérni, azt szoktuk mondani, hogy fél év, egy év, mire egy csomó mindent megtanulsz. Nagyon sokszor azt veszem észre emberek, hogy azt hiszik, hogy a network marketing az egy ilyen, nem is tudom, mintha követ dobálnék a parton. Tehát, hogy egy ilyen tök egyszerű dolog, semmi, megvettem a kezdőcsomagot, mm. na és akkor várom, dőljön a pénz. Mm. Pedig erre szó Amit tegyük nincs. hozzá, hogy gyakorlatilag nem egy befektetés. mert mondtuk, hogy egy vállalkozás beteszel 10 milliót, és majd 5 év múlva átfordul Átfordul a haszomba. Szóval ehhez képest itt nálunk elindulni. És a tanulási folyamat alatt folyamatosan tud az ember valami pénzt keresni. Valakinek aprót, valakinek komoly pénzt. Mert azért lássuk be, hogy aki mondjuk 100 forintból ér egy hónapba, annak azért, ha 50-60 ezer forint hozzátevődik, ösztöndi. Az nem rossz. Sőt, az jó. És és sokan azt várják, hogy az elején ú, mikor jön már a siker. Ez olyan, mintha azt mondanám, hogy gyere Tamás, műtsünk meg valakit, a, aztán majd megtanuljuk, Ez hogy a Godóra lesz. várva című híres darab, <laughs> a, aki soha nem, Godó soha nem jön meg. Igen. Tehát, hogy, <laughs> ha így görcsösen válod. Igen. Tehát, hogy, hogy ehhez kell időt adni. És Igen. a tavalyi Igen. évben az Igor e Elén az Edenmély volt, aki, aki minket bemutatott előadóként, és elmondta rólunk, hogy mi négy éve építjük az üzletet. Ő akkor a világ egyetlen uh, uh, gyémánzafír ígölje volt, tehát ígöl gyémánzafír volt, tehát a legmagasabb ígő uh, minősítés akkor ott a teremben, és azt mondta, hogy legalább négy évre szükség van ahhoz, hogy egy, egy jól megépített, Forever üzletet fel lehessen építeni, és hogy, hogy pont jó. Ez engem mondjuk megnyugtatott, mert én is az elején sokkal gyorsabban vártam uh -huh. a sikert. Ez a türelmetlenség, mikor lesz már, mikor leszek már végre milliómos, ugye még a könyvet is ismerjük, hogy mikor leszek milliómos, és úgy bele van ültetve ez az emberekbe, és nem adnak elég időt a forever üzletnek. Pedig a forever üzlet az nagyon is tudja, csak. Attól függ, hogy ki honnan indul, hogy kinek mennyi idő kell. És ez az összehasonlítás, összehasonlításból jön. Hogy én hasonlítom magam valakihez, de csak az eredményt, az utat nem hasonlítom. Uh -huh. És az eredményt látom, hogy ő ott tart, én meg itt tartok. Igen, de neki, most mondok egy vad példát neki, olyan szülei voltak, akik uh, már személyiségfejlődésben jártasak, uh -huh. úgy nevelték, uh -huh. olyan önbecslés, olyan körülmények, uh -huh. könnyebb egy picit az élete. Most uh -huh. akkor. Ő várjon be engem, mert neki jobbak a körülményei, vagy akkor elfogadom, hogy oké, okay, ő ott, én itt, nekem ez a dolgom, neki ez, és nem kell összehasonlítani mm. a végeredményt, mert ez csak oda vezet, hogy ha összehasonlítok valakivel, akivel nem tudom, hogy még mélyebbre lököm magam ebbe az egész problémába, uh, mert csak azt a tükörképet kapom vissza, tudsz. hogy na látod, ez se sikerül, ez mm. se sikerül, ez se sikerül. Szerintem a legnagyobb dolog ebben az üzletben az, hogyha az ember megtanulja felépíteni az önbecslését. Ha megtanulja felépíteni azokat a Napi apró sikerekre a személyiségét, amiből meg tudja magát dicsérni. Amiért apró dolgokra azt tudja mondani, hogy ez jó, oké. Okay. Ígértem magamnak valamit, lehet, hogy nem nagy dolgot. Megkeresek öt embert egy nap, de ha azt betartom, és ezért minden nap el tudom mondani magamnak, hogy oké, okay, ma is megtettem, amit ígértem saját magamnak, nem felfele, nem lefele, ez nem erről szól ez az üzlet. Mm. Én azt gondolom, hogy hogy a sötétben dől el. Tehát amikor este lefekszem, és szumázom a napot, és reggel felkelek és belenézek a tükörbe, és azt érzem, hogy oké, okay, akkor ma megint olyan napom lesz, hogy aki velem találkozik, az annak óriási szerencséje van, és én meg beleteszem az én magam legjobbját, akkor, akkor itt megint nem lesz probléma, hiszen lehet, hogy itt is én is kapok, engem is tiltanak le Facebookon a második üzenet után, amikor meglátják, hogy mivel foglalkozom, és letiltanak, hmm. és azt szoktam mondani, kár, hát neked. Nem, nekem neki. Persze. Nekem is kár egyébként, mert lehet, hogy egy jó emberrel tudtam volna kapcsolatot építeni. Megnézem, hogy tudtam-e volna valamit jobban csinálni, hogy vajon mit rontottam el a kommunikációba, mi az én sarom hm. ebbe, és ha ilyen nincs, akkor megyek tovább. Akkor, el kell akkor hadd menjen. Ez nem az ő útja. Ez az üzlet, én azt gondolom, hogy nem mindenkinek az útja. Tehát nem mindenki tud forever üzletet építeni. Mindenkinek megvan a lehetősége, mindenki meg tudja tanulni, ha van benne akarat, ha van benne cél, és a hozzáállása is, az alázata, a, a tanulni vágyása, a gondolkodás módja, és annak fejlődése ezt megengedi azoknak sikereik lesznek. És akinek meg nem, ott meg van még mit tanulni, vagy egyszerűen nem ez a munka az, ami őt, őt boldoggá teszi. Hát akkor summázzuk úgy, hogy nem mindenkinek az útja, abszolút. viszont mindenkinek az útja egy kicsit más. Egy, így van. Ne, ne várjuk ugyanazt. Nem, abszolút nem. Na, akkor ma is eljutottunk valahova. Szerintem veled megint folytatjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Önök, hogy itt lehetem. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra.